Szevasztok! A minap kellett egy olyan megoldást találni, hogy az Excel táblába hogyan lehet védetté tenni akár cellát, akár tartományt, akár egy egész munkafüzetet. Na most erre én se tudtam a megoldást, megkerestem rá a megoldást, és hogyha valaki ugyancsak ilyen cipőbe jár, hogy a cellát, vagy a tartományt, vagy a munkafüzetet védetté kell, hogy tegye, hogy mások ne tudják módosítani, vagy csak adott cellákat lehessen módosítani, akkor most megmutatom, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Nyitok egy üres munkafüzetet. Itt létrehozzuk a G10-es cellát, amit módosításra hagyunk, hogy ezt az egy cellát lehessen módosítani. Ide beírjuk, hogy 12. A G11-es cellát ide beírjuk, hogy 11. Ezt meg nem módosíthatjuk, sőt, körbeírjuk 11-el a 12-t. Mint hogyha ez nagyon kellene, csak a videó kedvéért. És azt szeretnénk, hogy csak a 12-es, a G10-es cella, amiben a 12-es érték van, csak ezt lehessen módosítani, az összes többit ne lehessen módosítani, vagy jelszó ellenében lehessen módosítani. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a cellát cellaformázással a védelem fülnél zárolt részre kell rakni azokat, amit nem szeretnénk, hogy tudjanak módosítani. Na most a 12-es értékkel rendelkező G10-es cellát azt szeretnénk módosítani a későbbiekben is, itt ki kell venni a zároltnál a pipát. Ahogy megnézzük, az összes többi cellába a védelem fül alatt a zárolt be van pipálva, így ezeket nem is kell a többit végignézni, mert az összes az Excel alapértelmezetnek zároltan jelöli. De ez még így kevés, mert ahhoz, hogy ez módosítható, vagy a módosítást blokkoljuk, el kell látogatnunk a véleményezés, és itt lap védelem fülre. Erre kattintunk, és itt van, hogy a munkalap és a zárolt cellák védelme. Itt adunk egy jelszót, és itt van, hogy minden felhasználónak engedélyezve van a zárolt cellák kijelölése és a nem zárolt cellák kijelölése. Az összes többi funkció blokkolva. Oké. Még egyszer kéri a jelszót. És oké. És mostantól, ha minden igaz, akkor nem tudjuk átírni a 11-es értékekkel bíró cellákat, mivel hogy ezek mind zárolt cellák, és lapvédelemmel láttuk el őket. És akkor itt jön a G10-es cella, ami szeretnénk későbbiekben is módosítani, és itt, ahogy emlékeztek, kivettük a pipát a zárolásból, és ezt viszont lehet módosítani. De a másikat nem lehet. Vagy lehet módosítani, csak akkor a lapvédelem feloldását be kell kapcsolnunk. Itt kéri azt a jelszót, amit az előbb megadtunk. És a lapvédelmet feloldottuk, most már ezek is módosíthatók. De a lapvédelmet ugyancsak bekapcsoljuk. Akkor ismételten csak az az egy cella módosítható, ahonnan kivettük a zárolás pipát. Ezt a pipát
ahhoz, hogy egyáltalán bármiféle módosítást tudjunk végezni, ahhoz fel kell oldanunk a lapunkat. Na most, hogyha mi nem csak egy cellát szeretnénk, hanem egy tartományt, a tartomány az, amit kijelölünk, ezt nevezik tartománynak, akkor ugyanaz a teendő, mint hogyha egy cellával dolgoznánk. Látjátok itt a cella, jobb klik, cella formázása, és itt nincs bepipálva. De például, hogyha ezt a tartományt föl szeretnénk oldani a zárolás alól, akkor kijelöltük, nem kell egyenként kijelölni, hanem az egészet, kijelöltük ezt a tartományt. Cella formázása, zárolás, pipa, kivétel, oké. Lapvédelem, ellátjuk védelemmel a lapunkat, és mostantól ezt a négy cellát tudjuk módosítani. Látjátok, ilyen egyszerű. És ahol a zárolás megmaradt, azok továbbra is védettséget élveznek. Így tudjátok megoldani azt, hogyha olyan értékeket tároltok, amit nem szeretnétek, hogy illetéktelenek módosítsanak, akkor így tudjátok levédeni. És így tudnak olyan üres vagy védelem nélküli cellák maradni, amit viszont későbbiekben bárki tud módosítani. Én se tudtam, hogy ezt hogyan kell beállítani. Utána néztem, és aki hasonló cipőbe jár, annak szeretnék segíteni ezáltal. Na de, ha mi van, hogyha neked egy egész munkalapot betöltő dokumentumod van, Excel táblád, amit azt szeretnéd, hogy az egész védve legyen? Akkor nem lapvédelmet kérünk, hanem füzetvédelmet. És így már nem enged se törölni, se egyéb feladatokat, ami a módosításhoz szükséges elvégezni, mivel hogy füzetvédelemmel láttuk el az egész munkafüzetünket. Itt ugyanúgy, amit az előbb beírtunk jelszót, annak a jelszónak a megadásával föl lehet oldani a füzetvédelmet, és lehet törölni. Tehát a lényeg, cellánál vagy tartománynál jobb klik, cellaformázás, itt fölül a védelem, és itt a zárolt rész kell bepipálva lennie, vagy pontnak lennie, vagy bármilyen jelölésnek lennie, ha azt akarjátok, hogy azt ne lehessen módosítani. Ha azt szeretnétek, hogy lehessen módosítani, akkor ki kell venni a zárolt részből a pipát. Viszont, ha azt szeretnétek, hogy zárolva legyen egy része, akkor azt a tartományt kijelöljétek és bepipáljátok, hogy zárolt, és utána lapvédelemmel látjátok el. Azt a részt, amit meg azt szeretnétek, hogy módosítható legyen, például a C6-tól a C12-ig ez a tartomány módosítható legyen a lapvédelem után is, akkor itt cellaformázás, védelem, a záróltból kivesszük a pipát, oké, ellátjuk lapvédelemmel, ezeket viszont lezárjuk. Csak azért, hogy egyértelmű legyen. Jó.
Így, most már az összes cella zárólva van ezek közül, és most nyomunk rá egy lapvédelmet, adunk neki egy jelszót. Még egyszer megadjuk a jelszót. És mostantól ezek az értékek módosítástól blokkolva vannak, hogy ne tudjuk módosítani. De viszont, ahogy jól emlékezek, akkor itt a C azt hiszem 6-tól volt. De mindjárt kiderül. Igen, C7-től 12-ig ezt a részt oldottuk fel. Azért nem engedi a többi helyre beírni, bár ezekkel a cellákkal nem csináltunk semmit, mert mint említettem, alapértelmezetben a cellák zárolva vannak. És amint véleményezés fül alatt a lapvédelemre rákattintotok, onnantól kezdve védelem alatt állnak a cellák. Amit föloldunk, azokat a cellákat lehet módosítani. Amit nem oldunk föl, azokat a lapvédelem alatt nem lehet módosítani. Ilyen egyszerű az egész dolog. Szóval ennyi lenne a cellák védelme és a munkafüzet védelme. Ha tudtam segíteni, iratkozz fel a csatornámra, lájkold a videómat. Köszönöm, hogy végignézted a videót, és sok sikert kívánok!